Morzsab áll az operába. Minden nap van 7 óra, és ha van 7 óra, akkor van 7 órás vendég, és mint az előbb már mondottam, vasárnap Morzsabál volt az operába. Mi is a Morzsabál, kinek és miért, kik szervezték, miért szervezték, kik készítettek ajándékokat, erről láthatnak egy nagyon klassz kis kommentár nélküli filmet, amit beszélgetésünk után fogunk közreadni. Kezi csókolom, szép jó estét kívánok. Szép jó estét. Köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Mi az a Morzsabál? A Morzsabál minden évben az operabált másnapján szervezi meg a Magyar Állami Operaház és a klubom, a Klauzál Lajos Klub, immáron 9. alkalommal. 9 évvel ezelőtt azzal a gondolattal kopogtattam be az akkori főigazgató úrhoz, hogy milyen gyönyörű helyszín az operaház, különös tekintettel egy operabálon, és hogy miért ne élvezzék másnap még a kisgyerekek ezt a fantasztikus környezetet, a gyönyörűen felvirágzott környezetben, és tegyük nekik is valami szépet és jót. Innen volt az ötlet 9 évvel. Mit látottak a gyerekek ez idén? Idén Jancsi és Juliska című gyerekoperát láthatták, ez a legkisebb korosztálynak szól, a 6 és 12 éves korosztály szólítja meg, egy órás opera előadás, ami még könnyen fogyasztható a kisgyerekek számára is, nagyon nagy örömmel jönnek, több mint 700 gyereket láttunk vendégül az ország legkülönbözőbb részéről, és idén a Vajdaságból is érkeztek külön busszal. Külön izgalom volt, hogy a határon megcsúsztak, és hogy időben odaérkezzenek el, úgyhogy még a kabátjaikat is a buszon hagyták, és úgy lettek beterelve, hogy az előadás kezdetére ott legyenek. Én azt gondolom, hogy ez egy ténylegesen egy örömteli feladat, amiben boldogan vesz részt az operaház is és a klubom is. Örömteli feladat volt, hisz munkára bírtuk önt, mégpedig megfordítottuk, önből lett a riporter, majd mint mindjárt láthatják nézőink, kollégáit ön interjúvolta meg. Ezen a nem mindennapos eseményen minden évben kiosztanak egy Fair Play díjat is. Ez idén nem került kiosztásra, vagy csak nem került átvételre? Csúszni fog a Fair Play díj átadása, mert akit szeretnénk díjazni, külföldön volt, és addig viszont szeretnénk titokba is tartani a személyét. A 700 gyermek kiválasztása hogy történik tulajdonképpen, hisz minden évben más és más régióból érkeznek gyerekek. Az operaház igazgatója egy korábbi interjúban kérdésemre válaszolva azt mondta, hogy ezek között a gyerekek között vannak, akik már az elmúlt 9 évben először voltak, de azóta már vissza is jöttek az operába. Annyira megszerették ezt a helyszínt. Ezen egy picit pontosítanom kell, hiszen a szervezők azok mi vagyunk, tehát én pontosan tudom, hogy honnan jönnek és kik jönnek. És pontosan arra törekszünk, hogy minden évben más gyerekek érkezzenek, nem az a cél, hogy ugyanazok a gyerekek. Nem, hogy azok a gyerekek már pénzért operajegyet is vettek, ja, az, mert bocsánat, hogy annyira tetszett nekik, az lehet, és az első az alkalom lehet. Volt csak nehéz. Értem, az lehet, az akkor a Magyar Állami Operaháznak is egy nagyon jó PR, akkor, mert hiszen nekik meg a jövő látogatóit kell nevelni, és az ő részükről ez a cél. A mi részünkről az a cél, hogy mindig új és új gyerekek, új és új helységekből érkezzenek. És a kérdésére válaszolva lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez egy nagyon nehéz feladat. Inkább az a nehézség benne, hogy kiválasztani, hogy ki az a 700 gyerek, aki részt vehet. Mindig vannak, akik már nem férnek be, hát az operáz falai is sincsenek gumiból, és azért ne felejtsük, hogy kisgyerekekről van szó, tehát a harmadik emeletet biztonsági okokból sem lehet megnyitni, ezért az a szint le van zárva. Akik idén nem jutnak be, azok természetesen a jövő évi szervezésen elsőbséget élveznek. Hát jövőre ugyan zárva lesz az operaház felújítás hát miatt, akkor elképzelhető, hogy az Erkelben lesz a Morzsabál. Az egészen biztos, hogy az Erkel Színházban, amiben a jó az, hogy sokkal többen férnek be, a rossz, ami kevésbé, hogy hát mégsem az opera, voltak. Így van. A kollégáiról, akik minden évben név nélkül leveszik a nyakkendőt, vagy a csokor nyakkendőt, és keményen dolgoznak, amíg elkészítik az ajándékzacskókat, akit gondolom adományokból jönnek össze.
Hát amiket bekészítünk az acskóba, azok legnagyobb része nem adományból jön létre, hanem a mi tagdíjainkból. Tehát abszolút mi tevőlegesen is és fizikálisan is résztvevői vagyunk annak, hogy itt minden jól sikerüljön. A Klauzál Lions Klub a saját tagdíjaiból tartja fel magát, és mit az ilyen rendezvényeknek is. Mit tudni a Lions Clubról tulajdonképpen? Mikor alakult és kik a tagjaik? Hát a Magyarországi Lions Szövetség majdnem 30 éve alakult, és azon belül az első között alakult a klubom, a Klauzál Lions Klub. Egy baráti társaság, nem akar többet, nem akar kevesebbet, boldogan találkozunk egy hónapban egyszer, nem egy ilyen nagyon szlék, nagyon szigorú követelményrendszerrel működik, de természetesen a megfelelő jogi és gazdasági vonalak mentén és jogszabályok mentén boldogan találkozunk, és boldogan egy évben egyszer-kétszer valami jót teszünk, és elsősorban a gyerekekkel foglalkozunk. Annyi minden van, amit ebben az országban, és azt gondolom, hogy bárhol a világon meg kell oldani. Mindenki, ha csak egy kis szöget ehhez hozzátesz, vagy egy kis cukrot, akkor már valami jót tett. Mi a gyerekekkel foglalkozunk, elsősorban a hátrányos helyzetű kisgyerekekkel. Nem akarjuk megváltani a világot, de amikor egy ilyen örömteli eseményen részt veszünk, azért az mindenkinek felemelő érzés. Kedves nézőim, akkor most következik az a rendhagyó riportfilm, amit munkatársaim készítettek magán az eseményen, ahol az egyik riporter nem más, mint Radnainé dr. Fogarasi Katalin. Nézzék szeretettel ezt a filmet, legalább olyan szeretettel és odafigyeléssel, mint ahogy az ott résztvevők és segítők próbáltak segíteni annak a 700 gyermeknek, aki életébe először most látogat el a Magyar Állami Operaházba. Köszönöm, hogy minket választottak, a filmhez jó szórakozást, és ne felejtsék el, minden nap van 7 óra, és ha 7 óra van, akkor 7 órás vendég is van, és természetesen, aki valamiért erről lemaradt, éjszaka visszanézheti, vagy itt van a szombat, amikor mi nem dolgozunk, hisz egy zsidó közösségi televízió vagyunk, de nem csak a szombatot, mi még a vasárnapot is betartjuk, hisz az örökkévaló 6 nap alatt teremtette a Földet, a 7. napon megpihent, mi meg nem vitatkozunk, hogy melyik volt a 7. nap, így aztán mi megünnepeljük, ha lehet, mind a kettőt, és akkor újra vissza lehet nézni ezt a filmet is. A viszontlátásra, és akkor nézzük együtt velünk a filmet. Köszönöm, hogy rendelkezésünk állt. Nagyon köszönöm én is.